Sziasztok, hölgyek, urak! Ez itt a Habzsi Dőzsi Londonban, a YouTube csatorna, ami bemutatja, hogy kitartással és akaraterővel mi mindenre lehetsz képes itt Angliában. A mai részben elmesélem, hogy miért sokaltam be annyira, hogy hazaköltöztem, és úgy gondoltam, többé be nem teszem a lábam Angliába. Helyezd magad kényelembe, állítsd a képet HD minőségre, kezdődik a mai rész! A legelső dolog, amiről szeretnék beszélni, az egy felhívás. Egy felhívás, amivel titeket szeretnélek cselekvésre ösztönözni. Mindenkinek megvan a saját kis sztoria, akik már itt élnek Angliában, és engem érdekel a ti történetetek is, és nem csak a magamét szeretném bemutatni a nagy közönségnek. Így lehetőséget biztosítok számotokra is, hogy elküldjétek nekem a saját sztoritokat a Habzsi Dőzsi Facebook oldalán üzenetben. Amit az oldalon közzé is teszek, így mindenki elolvashatja, és mindenki okulhat a nehézségekből, és beleélheti magát a sikertörténetekbe is. A történeteket naponta ki fogom rakni névvel együtt, de ha valaki úgy kívánja, akár név nélkül is. A lényeg, hogy mások is elolvashatják a történeteket, és levonhatják a konzekvenciát belőlük. És így több forrásból áll össze a kép, hogy milyen magyarként itt Angliában. Előre is köszönöm, ha megtisztelsz azzal, hogy elküldöd a történetet. A másik dolog pedig, hogy gondolkodtam azon, hogy mivel segíthetnék nektek még többet. Mivel könnyíthetném meg a helyzetét azoknak, akik most szeretnének kijönni. És mivel tehetném egyszerűbbé az életét azoknak, akik már itt vannak Angliában. Így weboldal fejlesztésbe fogtam, de nem is egybe, hanem egyenesen kettőbe. A fejlesztési fázison már túl van mindkettő, már csak be kell üzemelni őket, és akkor ti is kipróbálhatjátok. Jövő héten lesznek ezzel a projektemmel kapcsolatban a fejlemények. Figyeljétek a Facebook oldalam, és akkor idejében értesültök minden részletről. Egyelőre ennyit ezekről, most már tényleg kezdünk. Pörgött tovább a londoni mókuskerék. Jártam dolgozni az olasz étterembe ezekhez az ütődött olaszokhoz, és csak úgy szívtam magamba az olasz nyelvet, mint valami szivacs. Kicsit olyan volt ez, mintha cirkusznak dolgoztam volna, mert volt egy fiatal olasz szakács kollégám Valentino, aki mindig valami trükkel szórakoztatott minket. Engem minden érdekelt, ami egy kicsit is kizökkentett a munka unalmas monotonitásából, szóval érdeklődve figyeltem a trükkjeit. Mint ahogy Fási Ádám Larry Hipnox-tól tanulja a különböző trükkök elsállítását, úgy tanultam én is Valentinótól a jobbnál jobb trükköket. Egyik nap Valentino felfedte előttem a rejtélyt, hogy hogyan kell egy egyszerű konyharuhát lebegtetni telekinetikus erővel. Pont úgy, mint a Csillagok háborújában. Nagyon egyszerű a dolog, nincs másra szükség, mint egy konyharuhára, és mindent legyőzni képes akaraterőre. Tedd! Vagy ne tedd! De ne próbáld! És... hopp! Ez az! Repülj szépen! Jó dolog azzal szórakoztatni embertársaidat, hogy emberfeletti erővel rendelkezel és lebegtesz tárgyakat. A probléma ott kezdődött, amikor egyszer az étteremben is sikerült eltüntetnem valamit. De akkor sokkal földi megoldást alkalmaztam, és egyszerűen kibaktam a cuccot a kukába. Ugyanis nem sokkal később, miután oda kerültem, elkezdték felújítani az éttermet, és szerte szétbontották az üzletet. Szóval nem lehetett tudni, hogy melyik kupac a szemét, és melyik a hasznos dolog, amit még vissza akarnak tenni a helyére. Így bukkantam rá az egyik kupac alján a plafonra való szellőzőnyílás fedelére is. Gondoltam is magamban, hogy micsoda pazarlás, hogy egy ilyen jó állapotban lévő dolog a kukában végzi. De hát mit volt mit tenni, fogtam és belehajintottam a nagy szemetes konténerbe. Úgyhogy csak úgy kongott ül. Ezen a ponton már le is zártam magamban a történetet, de pár nap múlva odajött hozzá a menedzser, és kétségbe esetten kérdezte, hogy nem láttam el a plafonra való szellőző fedelét, mert sehol sem találják. Először azt se tudtam, miről beszél, és mondtam, hogy nem láttam. Csak utána jöttem rá, hogy arról van szó, amár a többi szemét alatt pihen a konténerben. Hát végigfutott rajtam a hidegveríték, meleghúgy, minden. Nem szerettem volna, ha velem kotortatják elő a hiányolt fedelet, így elég velmensen nyilvánítottam ki, hogy még hasonlót sem láttam. Azt a fedelet oda fentre? Hát, még hasonlót sem láttam. De olyan jól néz ki az anyukod fent, nem? Ő rusztikus, nem? Nem? Nem. Mivel még az internetet nem kötötték be, így a szomszédtól lopott nettel szenvedtem, amikor otthon voltam. Szenvedtem, mert a távolság és a téglafalaknak hála nagyon gyenge volt a jel, és számtalanszor megszakadt a kapcsolat. Ezért építettem egy kis szerkezetet, ami kintebb tartotta a ház falától az antennát, és csak bele kellett akasztani az RS csatornába. Így jobb volt a térerő. A vétellel nem is volt gond, sokkal stabilabb volt az internet kapcsolat. A baj csak a konstrukció instabilitásából adódott. Szóval ha fújt a szél, akkor könnyedén kiforult a helyéről és leesett. Ezzel sem lenne probléma, mert ha leesik, akkor visszateszi az ember ugyebár. De ez a fránya antenna vért kívánt.
Így egyik nap, amikor a főbérlőnk Palia nálunk járt, pont akkor esett le a szerkezet, amikor az a szerencsétlen alatta állt. Gyorsan kinéztem az ablakon, de szerencsére nem esett senkinek semmi baja. Biztos megérezte a wifi vevő, hogy ki miatt kell neki kint lenni a hidegben. És így próbálta rendezni a sérelmeit a főbérlővel. A ház amúgy olyan kicsi volt, mint egy nagyobb fajta babaház, csak ebben nem Barbie és Ken lakott, hanem a magyar különítmény és egy romániai srác, aki Gyulával lakott együtt az előző házban. Jó volt a közösség, jól éreztük magunkat és szinte minden hétvégén volt valami kis közös program. Mint grillezés, vagy volt, hogy rendbe raktuk közösen a kertet, sövényt vágtunk. Egy közös volt ezekben, hogy a végére mindig olyan buli kerekedett, hogy csoda, hogy a szomszédok sosem hívták ki ránk a rendőröket. Eljött csak kedvesen megkérdezték, hogy milyen volt a tegnapi barbecue, mert hallottak valamit. Az egyik szomszédunk egy indiai család volt, akik rendszeresen hoztak indiai kaját, mert azt gondolták, a lakótársaim szeretik. De az igazság az volt, hogy mindenki utálta az indiai kaját a sok köri miatt. A másik meg egy feka család volt. Egy nő három gyerekkel, akiknek még ő sem tudta, hogy ki az apjuk. A nő élte a szinglik életét, és volt, hogy éjszaka arra figyeltünk fel, hogy egy feka csávó dörömböl az ajtajukon. De a nő nem akarta beengedni, mert éppen a másik hódolójával romantikáztak a házban. Vicces volt, de legalább mindig volt valami, megtörte az unalmas hétköznapokat. Már 8 hónapja voltam Londonban, és valahogy még mindig nem éreztem magaménak a várost. Idegen volt minden is, nagyon sok minden kötött haza Magyarországra. Sokat szenvedtem emiatt, és egyszerűen nem tudtam leküzdeni magamban ezt az érzést, hogy hazavágytam. Nagyon jó volt a fizetés, mert 1000 fontot simán megkerestem havonta mosogatásból. Ebből még lejött a lakbér, a metróbérlet, meg a kaja. Így havonta körülbelül 400 font volt tisztán az, ami a bankszámlámon maradt. Ha nem volt semmi más, amire még költöttem. Így összegyűjtöttem egy kis pénzt, és visszafizettem az OTP-nek a kijövetelemhez felvett kölcsönt. Mivel már nem volt semmilyen kötelességem, amit teljesítenem kellett, és nagyon kutyául éreztem magam Londonban, egyre többször gondolkodtam a hazaköltözésen. Úgy voltam vele, hogy visszamegyek Magyarországra, és ott boldogulok tovább. Ha végigvettem magamban, hogy mennyi pozitívuma van annak, hogy Angliában éljek, és mennyi negatívuma, akkor mindig a negatívumok győztek. Így elhatároztam, hogy véget vetek ennek a kalandnak, és drámaian bejelentettem a lakótársaimnak, hogy hazaköltözök egy hónap múlva. Hazaköltözök a picsába! Letöltöttem a felmondási időmet, hazaküldtem a cuccaimat futárszolgálattal, lefoglaltam a jegyet, és olyan gyorsan visszazökkentem az otthoni kerékvágásba, mintha az elmúlt 9 hónapot nem is Angliába töltöttem volna. Örültem, hogy vége ennek az emberpróbáló 9 hónapnak, és kielveztem minden percét az otthonlétnek. Az első hónap csak a feltöltődésről szólt. Megviselte az elmúlt 9 hónap a testemet, lelkemet, szóval szükségem volt rá, hogy az akkumulátoraimat újra töltsem. Visszaíztam a leadott 10 kilót, sokat bulisztam a haverokkal, és sok időt töltöttem a családommal is. Úgy gondoltam, ennél több nem is kell, és neki láttam munkát keresni, hogy fent tudjam magam tartani Magyarországon is. Az egyik miskolci kocsmában volt is kilátásban egy megüresedő állás, így jelentkeztem rá, és fel is vettek. Még sohasem dolgoztam kocsmában, de úgy gondoltam, biztos jó buli lesz. A munkatársam Edina volt egy 35 év körüli nő, aki nem a kedvességéről volt híres, és akkor még finoman fogalmaztam. Úgy viselkedett a pult mögött, mint valami domina, aki úgy gondolja, hogy az összes vendég az ő alattvalója. Olyan durva volt velük, mint valami lópokróc. Személyes sértésnek vette, ha valaki rendelni szeretett volna tőle. Edina, szeretnék rendelni még egy boros kólát. Hát ezt nem hiszem el, az a szemétlen, de mit gondol ez magáról? Nesze! 200. Itt egy 10 000-es, tartsd meg a visszajárót. Nem kérsz vissza? Mi újság, Petikém, hogy vagy? A kocsmában volt egy nagy LCD tévé, aminek a távirányítóját természetesen Edina birtokolta. És a vendégeknek ha tetszett, hanem végig kellett nézni az összes brazil és török sorozatot, ha jót akartak maguknak. Szeretlek, Milagros. De én nem szeretlek. Edina, kapcsold már el azt a szart! Mit gondolsz magadról, te alkoholista majom? Takarodjál, te egy másik kocsmában, nem tetszik a műsor! Mivel egy kocsmáról volt szó, így mindenféle ember megfordult ott. Így a vendégsereg népes táborát erősítette egy öreg ember, aki volt vagy 70 éves és olyat csinált minden reggel, amit ha nem saját szememmel látok, akkor el sem hiszem. Óramű pontossággal érkezett nyitás után 10 perccel. A procedúra minden reggel ugyanaz volt. Először odajött a pulthoz és 8 deci száraz tablettás vörös bolt rendelt. Nem tudom, érthető voltam-e, mert azt mondtam, 8 deci bort. Az öreg ezt a jóféle tájbornak nem nevezhető lőrét itta minden nap. Ezután leült egy asztalhoz a borral, amit egy sörös korsóba és egy 3 decis pohárba töltöttem ki neki. Rákészült, majd megitta mindkettőt 20 óra.
Én ilyet még életemben nem láttam, csak azokban az idióta amerikai filmekben, amikor csövet raknak a szájukba a főiskolások, aminek a végén egy tölcsér van, és úgy itatják őket. Az öreg kb. Ugyanezt csinálta. Úgy itt a bort, mintha a torka helyén egy beöntő nyílás lett volna, és nyelnie sem kellett. Miután végzett, azzal folytatta, hogy megkérdezte, hogy merre van a WC. De minden reggel! Majd otthagyta az esernyőjét a pulton, elvégezte a dolgát, majd angolosan távozott és munkába állt a belvárosban kéregetni. A vendégek furcsa szokásainál már csak a kocsma raktárkészlete volt a meglepő, mert a raktárkészlet nagy része csak papíron létezett, és az élelmes kocsmárosok már rég kiárulták belőle a piákat a saját hasznukra. Csak kólából 85 darab 2 literes hiányzott. De a 170 liter kóla! Atya úristen! És akkor ott volt még a literes Unikum meg a Royal Vodka, vagy a Hubertus. Olyan bődületes volt a hiány, amit a magyar államkincstár is megirigyelt volna. Szóval nem volt egyszerű a kocsmáros élet, és nem volt olyan idilli a magyarországi életem, mint ahogyan én ezt Angliából elképzeltem. Egy ilyen munkatársa, mint Edina, nagyon rossz volt együtt dolgozni, mert nekem nem kegyerem ez, hogy lopjunk, csaljunk és úgy keressünk pénzt. Így nem akartam tovább a kocsmában dolgozni. Hiába dolgoztam, de fogytán voltam a pénznek, és úgy határoztam, a legjobb megoldás, ha visszamegyek Angliába, és a fogamat összeszorítva dolgozok tovább. És az lesz a legjobb, ha elfelejtem Magyarországot egy időre. Intéztem magamnak szállást, és úgy voltam vele, hogy majd valamelyik Starbucks kávézóban fogok dolgozni, mert az angol tudásomnak elegendőnek kell lennie hozzá. Nagy szerencsém volt, mert a régi szobám pont megüresedett, amire visszaköltöztem Londonba, és a régi jól megszokott környezetembe kerülhettem vissza, a volt lakótársaim közé. Ezzel végére is értünk a mai résznek, tartsatok velem legközelebb is, és megtudhatjátok, hogy milyen volt a kezdet immár másodjára Londonban. De mesélek nektek a leendő brazil munkatársaimról is. Ha tetszett a mai rész, akkor azt jelezhetitek felém a videó alatt lévő felfelé mutató hüvelykújja. Köszönöm a figyelmet, én Gergő voltam Londonból, sziasztok! És... hopp! Ez az! Repülj szépen!